Sziasztok! A mai bűnünk, amit meg fogunk beszélni, az a higgy magadban. Az önfejlesztés egy olyan út lett, amire minden egyes ember így nagyon szívesen rátéved, amikor úgy érzi, hogy az élete, az eredményei, a folyamatai nincsenek rendben. Nagyon sok mester van, aki azt mondja, hogy ebből a szituációból, ebből az élethelyzetből ki tudja hozni az embert önfejlesztéssel, és az önfejlesztő művek, az önfejlesztő könyvek, azok szívesen tárgyalják azt a részt, hogy higgy magadban. A hinni, az mindig a bizonyosság hiányából fakad. Tehát amikor nekem mantrát kell mondanom magamról, amikor meg kell magamat erősítenem egy gondolat által, akkor az azt jelenti, hogy jelenleg az az élmény nekem nincs meg. Tehát ha én azt mondom, hogy én okos vagyok, ezt csak is akkor mondom, hogyha belül azt érzem, hogy buta vagyok. Hiszen ha belül az okosság, az intelligencia állapotában vagyok, akkor ez nem tud hiányként megjelenni, következésképp nincs szüksége támogatásra sem. Amikor te ilyen nagyon-nagyon hiszel magadba, akkor mindig vedd észre, hogy amit épp nagyon hiszel magadról, a mélyen legbelül az az élményed, az az állapotod nincsen meg. Ha hiányod van, és ezt a hiányt azzal akarod elérni, hogy egy képet mutatsz magadról, akkor a kép mutatásával képmutatóvá válsz, nem pedig a várt állapotot fogod elérni. Tehát, ha te épp nem érzed azt, hogy intelligens vagy, te nagyon-nagyon fenkölten, nagyon intelligensen elkezdesz beszélni, és nagyon-nagyon szépen kifejezed magad, és olyan szép szavakat használsz, amit rajtad kívül senki sem ért, akkor mindenki tudni fogja, hogy te okoskodó vagy, és mivel képet mutatsz, ezért mindenki tudni fogja, hogy képmutató vagy, és az a kép, amit mutatsz, az a legtöbb embert idegesíteni fogja. De sajnos ugye ebből az önfejlesztésből képeket mozgató emberek lettek, akik azt gondolják, hogy a képek elérésével, a nagy kép mutatásával majd ők elérnek valamit. Sokkal izgalmasabb lenne az, hogyha 10.000 órás szabályt akár felhasználva, valaki csak így csinálná a dolgát, összedné az információt, csiszolná a folyamatot, és szép lassan bizonyossá válna a dolgokba. Mert hogyha veszünk egy boxolót, aki már 10.000 órát így zsákolt, és 10.000 órát volt ringbe, vagy egy fiatal önfejlesztésből csillagosötös úriembert, aki hihetetlen hittel és nagyon keményen boxolok, hihetetlen jó boxoló vagyok, mantrákkal föltüzelve belép a ringbe, én ebben az esetben azért még mindig Mike Tysonra fogadnék. Nagyon fontos látni a bizonyosság és a hit közötti különbséget. A bizonyosságot azt fölépíted. Szeretettel csinálsz valamit, akár ismételsz egy folyamatot, az ott felmerülő extra információ, a kíváncsiság, ami megjelenik, a kísérletezés, létre tud hozni valamit, és el tudsz jutni abban az állapotban, amikor már nem tudod azt, amit tudsz. Ugye van ez a négy stáció, ami a tudást felszokták írni. Az első stáció az, amikor nem tudom, hogy nem tudom. 2 éves vagyok, nem tudom, hogy nem tudok vezetni. A következő szint 16 éves vagyok, szeretnék jogsit, rádöbbenek, tehát tudom, hogy nem tudom. Aztán 18-es koromban megtanulok autót vezetni, elkezdem a folyamatot, még nagyon figyelem a piros lámpát, 10 óra 10 percben fogom a kormányt, nagyon kell figyelnem. Ott tudom, hogy tudok vezetni, és levezettem 500 000 kilométert, és nem tudom, hogy tudom, mert nem is foglalkozok vele, csak vezetek, intézem a dolgaimat, az autómban élek. Az, hogyha 16 éves vagy, és te a hittel akarsz operálni, akkor elmész egy önfejlesztő tanfolyamra, ott elmondják, hogy tűz ki a célt, és higgy magadba, és így tovább, és így tovább. És én azt gondolom, hogy ha azzal töltesz időt, hogy elképzeled, hogy te nagyon-nagyon jól vezetsz, vagy pedig azzal, hogy elkezdesz vezetni, akkor én inkább a másikat választanám, tehát elkezdenék vezetni. Elkezdeném csiszolni a folyamatot. Ha vezetsz, abból válhatsz nagyszerű sofőrré. Az, hogyha beszélsz arról, hogy fogsz majd vezetni, milyen ügyes vagy, milyen jó. Egyrészt egy idő után senkit sem fog ez érdekelni, másrészt nem lesz belőle csiszolódás, nem lesz belőle fejlődés. Érdekes jelenség az, hogy nagyon-nagyon sokan a sikerüket egyetlen egy dologgal magyarázzák, mert én hittem magamba. Én azt gondolom, hogy
pont azért, mert nagyon-nagyon sokszor már nem is tudjuk, hogy mi az, amit tudunk, teljesen láthatatlan számunkra azoknak a tulajdonságainak a hasznosság, amiket nap mint nap használunk, hiszen nem tudjuk, hogy tudjuk, ezért nagyon sok sikeres ember észesen veszi, hogy olyan dolgokat csinál öntudatlanul, automata üzemmódba, ami a sikeréhez elengedhetetlen. És amikor megkérdeznek egy sportolót, hogy mondd el, légy szíves, hogy te miért érted el azt, amit, el lehetne mondani azt is egy Phelps esetében, vagy egy Jordan esetében, hogy hát minden reggel fölkeltem 5-kor, lementem úszni, bírtam a monotonitást, blablabla, bla, bla, de nem, hit magában. Én azt gondolom, hogy a hit az kevés. A higgy magadnak a másik egy ilyen negatív hozadéka, hogy meg kell mutatnod a többi embernek, hogy te a hiten keresztül milyen nagyszerűvé váltál. És igazából egy ilyen extra szintbe az történik, hogy először a találkozásaidba elkezdesz mutogatni képeket, de aztán ugye, mivel össze vagyunk most már kapcsolva, és több embernek is tudok képet mutatni, ezért ezeken a hálózati felületeken, a Instán például, ott óriási képeket kezdesz vetíteni magadról. A probléma az az, hogy a nagy kép, amit szeretnél mutatni, amikor beülsz egy béreltes merci hátsó ülésére, és ott csináltatsz egy stock fotót, ahol itt nézed az órádat, mivel össze vagyunk kötve ezekkel a hálózatokkal 8 milliárdon, egyszer csak lesz egy ember, aki viszont látszik, hogy a saját Ferrari-ját vezeti, és egyből a te képed, a nagy képed, az már kis kép lesz. És a nagy képeid azok így elkezdenek fogyni, elkezdenek amortizálódni. Ha csinálsz valamit, ahol a cselekvésben jelen van a szabadság és a szeretet, és nem a képek mutogatásával foglalkozol, és nem ezt a hitet tartod fönt, akkor ebből az egész kiskép, nagykép, kivel kell összehasonlítanom mit, ebből a versenyből kikerülsz, és szabaddá válsz. Ebben a szabadságban, ahol megszűnik a kényszeresség és a magamutogatás, ebben a szabadságban elkezdhetsz alkotni. Ennek az alkotásnak a gyümölcseképpen, a gyümölcseként tud megszületni mindaz, ami egyébként tökéletesen illeszkedne egy nagy képbe, de addigra te már nem akarod ezt mutogatni. Hiszen a kinek mekkora berendezett, ki mekkora berendezett képet tud összerakni, abban te már nem vettél részt, és akkor ez a fizetek 3000 eurót, hogy oda menjek egy magángéphez, és csak fölüljek meg, leszálljak, hogy ez meglegyen nekem a albumomban, akkor ezeket a hülyeségeket már kihagyod. Érdemes ezt végig gondolni. Hallottam egy példát, és ezt a példát behoznám ide, és talán itt a személyes élményed, meg az érzésvilágodra is hat ez a példa, hogy képzeld el, hogy van egy orvos, aki már 1000 szívműtéten van túl, és van egy orvos, aki most fogja az elsőt csinálni, de nagyon hisz magába. Nagyon-nagyon elhitte, nagyon tudja. A másik az már nem hisz magába, csak csinálja, ugye túl van 1000 szívműtéten. Ha szerettednek kellene választanod orvos, melyiket választanád? Szóval a hit és a higgy magadban az egy nagyon-nagyon érdekes téma. A vallási vitákba én nem mennék most bele, tehát hogyha én hiszek Istenbe, te hiszel-e Istenbe, és te miben hiszel, miben nem, ez egy olyan téma, amit én nem érintenék. Egyébként hiszek Istenbe. Ha a higgy magadba, mint vállalkozással kapcsolatos aspektus, ez mozgat téged, és esetleg nagyon-nagyon fontosnak gondoltad eddig, és most egy picit elgondolkodtál, hogy akkor tényleg fontos ez a hit, vagy inkább csak cselekedés, és akkor hol lehet ebben az egyensúly, van-e egyensúly, lehet-e egyébként a hitet használni mikroba, és hol tudom ezt megtalálni, és hogyan érdemes erről gondolkodni. Ha ezzel kapcsolatban van kérdésed, akkor tedd föl. Köszönöm szépen a figyelmet, várom a kérdéseiteket. Sziasztok! You can call me stupid. Yes, you can call me sheep.